Hétfőn újabb katonai segélycsomagot jelentett be a német kormány Ukrajna számára, amely további légvédelmi felszereléseket, lövedékeket és páncélozott járműveket tartalmaz, írja az ukrajinszka Pravda. Németország a közelmúltban 10 darab Marder gyalogsági harcjárművet szállított át Ukrajnának lőszerrel és pótalkatrészekkel együtt, továbbá Leopard 2-es harckocsikhoz használatos és 7500 darab 150 mm-es lőszert is. A fegyveres erők emellett megkapták Németországtól a Skynex légvédelmi rakétakomplexumot lőszerrel, csak nem 30 ezer lőszert gepárt önjáró légvédelmi ágyukhoz, meg nem nevezett számú rakétát az Iris-T SLM légvédelmi rendszerhez, valamint a TRML 4D légtérfigyelő radarállomást. A katonaság támogatására Németország 18.040 mm-es töltént, 3000 RGV-90 hordozható páncéltörő kézigránát vetőt, 120 mm-es aknavetőt, csak nem 2000 terephálót, 2000 esőkabátot és 100.000 elsőségi csomagot adott át Ukrajnának.